No, hát oldjuk meg a fenti integrálási feladatot, integrál ír dx-et cosinus x dx. Ez a feladat a parciális integrálás feladatai között található, ám nagyban különbözik az eddig megoldott példánktól, amik szintén ebben a kupacban voltak, ugyanis hogyha megnézzük a szorzatot alkotó tényezőket, akkor az ijadx-et akár deriválom, akár integrálom, az marad ijadx, míg a trigonometrikus függvény, a koszinusz x függvény, az pedig az sem lesz sokkal egyszerűbb, hanem mindig a negyedik deriválásra, vagy a negyedik integrálásra visszakapjuk önmagát, tehát így körbe megy. Magyarul ezzel azt szeretném mondani, hogy nem lesz egyszerű a szorzatot alkotó tényezők. Tehát eddig azt használtuk ki, hogy a parciális integrálásban, az új integrandusban úgy alakult a tényező, hogy ott könnyedén tudtunk integrálni, és már is megvolt a megoldás. Itt azonban ez nem lesz egy járható út, nézzük, hogyan kell ezt megoldani. De azért természetesen parciális integrálással. Na, legyen, ha az f függvényünk az ijadx, akkor a g derivált az a koszinusz x függvény. Ha az f az ijadx, akkor az f derivált az ijadx. Ha a g derivált a koszinusz, akkor a g az a szinusz x függvény. Alkalmazzuk a parciális integrálás szabályát. Integrál ijadx koszinusz x dx egyenlő, és kell nekünk egy f-szer g, tehát ijadx-szer szinusz x mínusz, és itt pedig az integrandusban az f derivált szor g-t fogom feltüntetni, azaz ijadx-et szorzom a színusz x-el, és a végére a dx. És akkor itt meg is állunk, mert azt mondjuk, hogy csöbörből vödörbe estünk, mert felírtuk a parciális integrálást, ám itt a jobb oldalon az integrandusban megint egy hasonló nehézségű feladattal találkozunk, nem tudunk vele mit kezdeni, se van. Most nézzük meg fordított szereposztásban, most legyen az f függvény a koszinusz x függvény, és a g derivált az pedig legyen az ijadx. Ha az f az a koszinusz, akkor az f derivált az a mínusz színusz x, és ha a g derivált az ijadx, akkor a g ez az ijadx függvény. Írjuk föl megint a parciális integrálás szabályát alkalmazva, nézzük, hogy mit kapunk. Azt mondja, integrál ijadx-szer koszinusz x dx egyenlő, és akkor most kell egy g-szer f, vagyis kell nekünk egy ijadx-szer koszinusz x függvény, mínusz, most pedig kell egy, az integrandusban egy g-szer f derivált, az pedig ijadx szorozva mínusz színusz x dx. Ne hagyjuk ezt annyiban, itt a zárójelben lévő mínusz színusz x-ből a mínusz egyet vigyük ki az integráljel elé, azt a mínusz egy szorzó tényezőt, mivel az integráljel előtt is van itt egy mínusz, itt még, ezért mínusz a mínusz az ott plusz lesz, tehát az ijadx-szer koszinusz x plusz integrál ijadx-szer színusz x dx-ként írható fel. És megint ott tartunk, akár csak az előbb, hogy ezzel megint nem tudunk mit kezdeni. Viszont ha szigorúan csak a két parciális integrálásból kapott eredményt kapjuk, akkor minden más tűnjék el, így van, akkor vegyük már észre, hogy a jobb oldalon az integrandusban ugyanazok a tényezők állnak, ijadx-szer színusz x, csak egyszer egy mínusz együtthatóval, egyszer pedig egy plusz együtthatóval. Tehát a megoldási menet most úgy alakuljon, hogy mondjuk azt, hogy ezt a két egyenletet adjuk össze. Ha összeadom a bal oldalon lévő kifejezéseket, akkor azt kapom, hogy kétszer integrál ijadx-szer koszinusz x dx egyenlő, és akkor az elsőből van egy ijadx-szer színusz x-ünk, a másodikból van egy plusz ijadx-szer koszinusz x-ünk, és vegyük észre, hogy az integrandusos részek azok meg kiejtik egymást, egyszer plusz, egyszer mínusz előjellel bírnak, tehát írom tovább, hogy plusz c. Egy picit rendezzük, emeljük ki mondjuk az ijadx-et, akkor az ijadx-szer zárójelben színusz x plusz koszinusz x plusz c lesz a megoldás. Illetve még nem, hiszen még a megoldásnak a kétszereséről beszélünk, ahhoz, hogy a megoldást kapjuk, az egyenlet mindkét oldalát el kell osztani kettővel, vagyis integrál ijadx-szer koszinusz x egyenlő, ijadx-szer színusz x plusz koszinusz x per 2 plusz c. Ezzel a feladatot megoldottuk.